A következő az lesz, hogy a Róna webcímeket szép webcímekre fogjuk cserélni. Ehhez két lépést kell tennünk. Az egyik, hogy az adminisztráció webhely beállítások rövid webcímeknél beállítjuk a rövid webcímeket. Először egy tesztet futtatunk, és hogyha a teszt jó lett, utána engedélyezzük a rövid webcímeket. Ebben a pillanatban eltűnt a kérdőjel Q egyenlő a webcímből, és most a taxonomi term per 9 helyett valami szép olvasmányos URL-t fogunk beállítani, ez pedig a webhely építés útvonal álneveknél tudjuk ugye megtenni. Hozzáadunk egy álnevet, ugye ez a taxonomi term per 9-es, ahelyett szeretnénk, hogyha drupál útvonal lenne. Így ugyanezt a PHP HTML CSS-re is megcsinálhatnánk. Valamint a hírknél szeretnénk, hogyha az útvonal az nem node per valamennyi lenne, hanem valami szép cím, méghozzá úgy, hogy először is legyen a dátum, hónap, nap, majd a címe ennek a hírnek. Tehát 2007 per 10. hó 12-e és címet kijavítjuk úgy, hogy a szóközöket aláhúzásra, a hosszú ékezeteket pedig lecseréljük szépen a rövidekre. Így, ezzel meg vagyunk. Már is egy szép webcímünk lett, valamint majd az oldalaknál ugyanezt meg tudjuk tenni, tehát például az impresszum helyett azt tegyük ide, hogy impresszum. Így, és meg is vagyunk. Na most ez egy olyan oldalnál, ahol pár tartalom van, egészen könnyedén megoldható, de mi van akkor, amikor így folyamatosan jönnek majd a hírek mindig, én figyelni kell arra, hogy megfelelő álnevet használjak. Ez az egyik probléma, amivel meg kéne küzdenünk. A másik probléma az, hogy mi van akkor, hogyha egy látogatónk azt mondja, hogy jó, de hát engem a 2007 10. hóban jött hírek érdekelnek, és akkor így látszik, hogy ez az oldal ez nem található. Tehát ezt a problémát is valahogy orvosolni kellene. Erre a problémára lesz megoldás a Pass Auto modul. Töltsük is gyorsan le ezt a Pass Auto modult. Most a Pass Auto modul folyamatosan fejlődik, jelenleg a 2.0-as verzió fog nem sokára kijönni, már egy beta verzió kijött, egy harmadik beta verzió, nagyon jó, mi mégis a 1.2-es verziót fogjuk letörni. Ezt úgy tudom megtalálni, hogy nézem az összes verziót, majd megkeresem a legutóbbi stabil, de még egyes verziót. Letöltöm. Itt is van a modul. Első dolgom természetesen az lesz, hogy az install.txt-t elolvasom, és megnézem, hogy hogyan kell ezt telepíteni. Látszik, hogy nagyon egyszerű a telepítése, hisz csak be kell másolni a megfelelő helyre, majd engedélyezni a modult és beállítani. Jó, akkor ez egyszerű lesz. Menjünk a weboldalunk Science per World per Modules könyvtárába, és ide másoljuk be ezt modult. Úgy látszik, már valaki ezt bemásolta, nem baj, felülírtam, hogy a megfelelő verzió legyen itt.
menjünk vissza az oldalunkra, és engedélyezzük, modult, mindig. És akkor most már a modulunk éti montásban megnézzük, akkor van most már egy pass autó beállítási lehetőségünk, és akkor itt van a pass autó modul, ami szinte mindent tud. Nézzük meg az általános beállításokat. Ugye azt mondja, hogy fontos, hogy lássuk, hogy mit változtatott. Ez nekünk fontos lesz most. Azt mondja, hogy milyen jelet használjon az elválasztásra, használjon a kötőjelet. Ez jobban mutat, ugye az URL-ben. Azt mondjuk, hogy cserélje le erre a szeparátorra. Igen, igen. Jó, ha szeretnénk azt, hogy azt a hibát, hogy 2007/10 beírásakor normális listát lásson a felhasználók, akkor az indexeket le kell gyártanunk, és ennek a gombnak a megnyomásával pedig ez a bug gombbal pedig lehetővé válik az, hogyha már van sok-sok tartalmunk, akkor ezeket így automatikusan újra generálja a rendszer. Például, hogyha megváltoztatunk valami olyasmit, ami szükséges, hogy újra generáljuk ezeket a útvonal beállításokat, ami ugye nem javasolt, de azért természetesen elképzelhető, hogy valakinek szüksége van rá. Na most ahhoz, hogy a magyar ékezetekkel is jól működjön, az egyetlen dolgot meg kell tennünk a Pass Auto könyvtárában, van egy i18n ASCII.example.txt, ezt át kell neveznünk nekünk i18n ASCII.txt-re, és ettől fogva a magyar ékezetes karaktereket is jól fogja kezelni ez a rendszer. Megvannak az alapbeállítások, és most mi a különböző tartalomtípusokhoz szeretnénk valamit hozzárendelni. Na most az oldalaknál a menü path-t tegyük be, tehát azt az útvonalat, ahogy elérhető lesz a tartalmunk. A híreknél pedig az év, a nap, valamint a hírnek a címe. Így mi meg vagyunk. Más beállításra nem lesz szükségünk, kivéve a kategóriákat, mert a kategóriánál ugye ez a szótár per a kategória elérésének címe. Hát én ezt most a szótár, legyen benne az is a szótár rovatok, jó, és legyen benne az útvonal. Mindenképpen kapcsoljuk be ezt, hogy ezt készítse is el a megfelelő meglévő tartalmainkra is. Beállításokat elmentem. Így a címlapra nézek. Na most már látszanak a hírek. Látszik, hogy most már a 15. hírnek is van egy elleve. Ha kitörlöm, akkor kiírja azokat a híreket, amiket akkor vittem fel, és most már a megfelelő rovatjainknak is megfelelő útvonala van.